Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Röviden elmondanám azt, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Amikor az anyukám meghalt, akkor a Biblia adott erőt számomra. Úgy spontán fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam azt, hogy bizonyos szavaknál, mondatoknál más irányba fordul ki. Ha én ezt összeolvasom, akkor vagy kapok egy választ a kérdésemre, vagy egy információ, és ennek van egy tartalma. Azon kívül egy időben kapok olyan gondolatokat, ami nem is az enyém, hanem minthogyha olyan kívülről jönne, és ez összefügg azzal, amit a Biblia közöl. Ehhez hozzátenném azt, hogy ez egy régi stílusú írásmód, tehát nem mindig passzol a mi hétköznapjainkra, tehát én úgy közlöm veletek, hogy legyen ennek értelme. És most kinyitom a Bibliát, kíváncsi vagyok arra, mi az üzenet. Itt látható a nyakláncom, még mindig ezt használom. A te álmod közöl veled valamit. Figyelj oda erre. Valaki megbántott téged a múltban. Te sokat sírtál. Annak idején nem volt kiút. Nem tudtál cselekedni. Ezek az emlékek még mindig foglalkoztatnak téged. Ne légy csalódott. A jó Isten azt közli veled, zárd le ezeket az emlékeket, ez nem tér vissza hozzád. Figyelj egy új irányba. Itt majd te leszel a király, én hozzáfűzném azt is, vagy a királynő. Sikereid lesznek, mert a jó Isten ezt így akarja. És ez volt az üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!